Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal Szegeden a Móra Ferenc Múzeumnak a Fekete Házába látogattam el, a Pompei kiállításnak az ottani részéről készítettem riportot. Először Fogas Otto, a Móra Ferenc Múzeum igazgatója, és Szatmári Csilla, a projektvezető fogja bemutatni a Fekete Házat, illetőleg a kiállítás létrejöttéről kérdeztem őket. Hallgassák meg a riportot! Ugye a Fekete Ház kiállítása két részből áll. Törekedtünk arra ennél a kiállítás létrehozásán, nagyon fontosnak tartottuk, hogy a pompei anyag mellett bemutassuk a magyarországi római kori anyagot is, hiszen az emberek és az érdeklődők és a kíváncsiskodók, turisták lássák azt, hogy amikor a római hagyatéknek ez a tündöklő korszaka van, azért Magyarországon is van. Nagyon komoly római emlékanyag, annyi csak a különbség, nálunk ez jóval töredékesebb, jóval ritkásabb formában marad meg, tehát ami Pompejban majd, hogy nem azt mondom, hogy általános, az nálunk már kuriózus számban és szenzációs számban megy, hogy mondjuk egy-egy ilyen freskó töredék, vagy szobor töredék, vagy bármilyen bronztárgy megmaradjon a minőségben. Tehát látjuk azokból az apró töredékekből, ami van, hogy a Pompej ez nagyon hasonló műveltségű, magas szintű kultúra volt itt Magyarországon is, csak a tárgyi anyaga jóval ritkább, jóval szegényesebb, hiszen az évszázadok, illetve évezredek folyamán ez elpusztult. Tehát ennek a kiállításnak, amely a Fekete Házban van, az elsődleges célja az volt, hogy bemutassuk a pompei anyag mellett a magyarországi anyagot is. De pont azért, hogy ne legyen csak ilyen nagyon élesen szétválasz, hogy magyarországi anyag meg pompei, ezért úgy döntöttünk, hogy a kiállításnak azokat a részeit, amit nem tudunk bemutatni itt a főépületben, tehát a nagyházban már nem fért el, nem volt elég termünk hozzá, azokat átvisszük szintén a Fekete Házba, és akkor így került át a pompei anyagból többek között két, mondjuk így a legkardinálisabb rész, hogy a gladiátorok és a lubanária, ami ugye a pompei anyagból került elő. Hát ezek közül a legjelentősebb az a gladiátorok, hiszen itt látható az a sisak például, ami a Quadriportiusból kerül elő, tehát Pompeinek a gladiátor laktanyájából, a gladiátor kaszárnyájában találják meg, ugye menekülés közben valószínűleg elhagyta, mert ez a küzdőporonnak ott a közepetáján volt, vagy a Kolotérnek a közepetáján találták meg ezt a sisakot, ez a bronzsisakot, ami teljesen egyedülálló, ilyenben néhány darab maradt az egész világon, hiszen a gladiátor hagyaték nagyon minimális, hiszen gondoljunk arra, hogy a katonassággal, vagy egyéb más napi használati tárgyakkal eltérően ez nem tömeggyártás volt. Nem arról volt, hogy legyártottak 100 000 darab gladiátor sisakot, és akkor használták, hanem célzottan majdnem mindegyik egyedi kézi munkával készült, főleg ezek ugye a díszsisakokról beszélek, nem amivel küzdöttek. Ezeket ugye a felvonulásokkor, a gladiátor bemutatóhoz való felvezetéskor használták, körbejárták vele a várost, ugye levették, nem ebbe harcoltak. Ezért ezeket a sisakokat, ezeket a lábvérteket addig használták, amíg tönkre nem mentek teljesen, újra kalapálták, újat csináltak. Tehát ezekben nem nagyon maradt meg, csak ilyen rendkívül körülmények között, mint például a pompei vulkánkitörés az őrizte meg. Többféle gladiátor volt, különböző fegyverekkel küzdöttek egymással. Milyen típusok jelennek meg a Fekete Házban? Igen, ugye hát jelenleg a kutatók úgy tartják, hogy 12-14 különböző gladiátort tudunk megkülönböztetni harcmodulok alapján. Ezek nagyon sokszor összemosódnak, hiszen a feljegyzések is sokszor ellenmondanak, nehéz szétválasztani őket. Ami az alap, és mindenki által azt mondom, hogy legismertebbek, ugye az a Murmilo, a Trák, a Retiarius, és a Szekútor. Ugye ez a négy az az alaptípus igazából, ami mindig visszaköszön, és ezeknek különböző variánsai, alfajai, fegyvercseréje, tehát néha megjelenik mondjuk a Szekútor kisebb pajzsal, vagy megjelenik nagyobb pajzsal Trák, de általában ez a négy variáció van, és ezek is úgy harcolnak párban, hogy a Szekútor harcol mindig a Retiariusszal, a Trák az a legmozgékonyabb, azt tud bárkivel harcolni, legtöbbször ugye a Trákokkal állítják, Trákot Trákkal állítanak szembe. Arra figyelnek a rómaiak nagyon, hogy a harc látványossága miatt minél kiegyensúlyozottabb legyen a küzdelem. Tehát akin sok páncélzat van,
viszonylag jól van védve a teste, az viszont lassú mozgásra van ítélve, szűk látókörre. Tehát például olyan sisak kiképzése van, mondjuk a szekútornak, hogy két lukon bámul ki, ami azt jelenti, hogy egy nagyon szűk közeget lát be, és nagy pajzsa van, ami, tehát, hogy ami lejje gyakorlatilag a térdéig, hogy a maga elé tartva tudja védeni szinte az egész felső testét, viszont éppen ezért rendkívül nehezen mozog, forog, míg a vele szembe állított retiárius, akinek van egy szigonya, egy hálója, meg egy ágyékkötője, az gyakorlatilag körbe tudja táncolni, el tud ugrálni előle, tehát ők meg a fürgességét és a gyorsságát tudja kihasználni a másik ellenfélnek a páncélzottságával szemben. Ugye a maga a gladiátor játéknak a kialakulása egészen visszanyúlik az őskorban, ez egy etruszk szokás, tehát nem a rómaiak találták ki, az etruszkoknál volt hagyomány, nem tudjuk pontosan, valószínűleg ez is időszakonként változik, a halott kultuszhoz tartozik egyértelműen, és a halott túlvilágra jutását próbálták elősegíteni azzal, hogy kvázi mitológiai alakoknak beöltöztetve a szolgák megivívtak a sírkamrában, hogy ezzel segítség az urukat a túlvilágon való, ez a mítikus lényekkel való átküzdésben. Nem tudjuk ma sem pontosan, hogy ezek halálig mentek, elsővérig mentek, valószínűleg egyszerű úgy volt, de nem látványosságok voltak, hanem a szűk családnak általában az családi szolgálók csinálták ezt a párviadalt, sokszor csak imitálva, hogy így juttassák a halott lelkét minél közelebb a túlvilághoz. A rómaiak ezt veszik át, és csinálják belőle tömeglátványosságot, amely az első időszakokban inkább a halott kultusztól ugye teljesen elszakadva azt a célt szolgálja, hogy a rómaiaknak elhozzák a különböző népeket, elhozzák a különböző népek harcmodorát, így mutatva be őket az arénában, hogy kvázi a rómaiak hozzászokjanak, és majd egy csatahelyzetben ne féljenek mondjuk, ne ijedjenek meg mondjuk a germánoktól, vagy ne ijedjenek meg a trákoktól, vagy ne ijedjenek meg az illíröktől. Ezért az arénában mutatják, hogy hogy küzdenek egymással, így adva a taktikát, de ez nagyon hamar egy cirkuszi látványossággá válik, és az időszámításunk szerint első század, tehát augusztus korára legyökeresednek azok a formák, amelyek utána már nem változnak, és igazából a látványos küzdelmet segítik elő. A harcmodornak a taktikai része is erre megy rá, és a kialakult szokás, hogy ugye trák, ugye a legismertebb trák harcos Spartacus volt, Spartacus pedig nem trák származású volt, hanem ebben a harcmodorban kellett harcolnia. A kiállítás látogatója, harcmodort, meg tudják ismerni a kiállítását? Nagyon sokat gondolkodtunk rajta, de a gyermekek védelmében sajnos nem tudtuk megoldani. Ugye ezt a fegyverzetet, hát minimum fából kéne elkészíteni az, hogy ez egy élhető dolog legyen. Túl veszélyesnek ítéltük meg, még akár csak egy fa szigonyán és egy szurkájákat egymást a gyerekek, tehát más anyagból pedig annyira, hogy is fogalmazott, ez a gagyi lett volna, nem tudom szebben mondani. Tehát nem tudtuk ezt átvinni, képi világba tudtuk megjeleníteni, vannak hagyományőrzők, akik itt a múzeumok éjszakán, hogy egy elképesztően látványos bemutatót tartottak, az ő videóanyaguk van kitéve, illetve ott a képi világ van, valamint ugye a leírások vannak. A kiállításban amúgy egy szekútor sisak, egy harci szekútor sisak van, ami harci állapot körülmények között használható, tehát az arénában, és egy rendkívül díszes, ugye, amit előbb említettem, díszes murmilló sisak van, ami viszont nagyon ritka és egyedülálló, ehhez tartozik amúgy két lábvért is. A kiállításnak a megrendezése, a szervezés milyen módon, hogyan történt, kikkel, tehát hogyan alakult az együttműködés? Hát a Nápolyi Múzeum volt a váz, és mikor megtudtuk, hogy a kölcsönzött anyagot megkapjuk, ekkor léptünk a Magyarországi Múzeumok felé. A kiállítás kurátora, professzor Gábler Dénes akadémikus volt, a téma kiváló szaktekintélye, úgyhogy a kiállítás koncepciójának kidolgozásában és a szövegekben, a katalógusban ő volt az, aki szakmailag az egészet irányította. Amire én személy szerint is nagyon büszke vagyok, de úgy gondolom, hogy a múzeum vezetése is, hogy a kiállítást szinte teljesen a mi saját munkatársi gárdánkkal hoztuk létre. Itt gondolok a grafikustól, a kiállításépítőtől, a marketingesre, mint koordinátorra rám, de a kollégáimnál a szövegek fordításától kezdve szinte minden minimális külső szakember segítségét kértük, és hát ez mindannyiunknak egy nagy feladat volt, de olvasva a beírásokat a vendégkönyvbe azért örömmel tölt el, hogy úgy érzem, hogy jó visszajelzések alapján talán jól sikerült. Milyen volt a fogadtatása a kiállításnak? Hogyan látják a látogatók? Ez még azért onnan kezdenék hozzá a válaszhoz, hogy nálunk két éve volt egy egyiptomi kiállítás. Igazán ez volt nálunk
Az első olyan nagyszabású kiállítás, amit szintén három kiállítótérben rendeztünk meg, három épületben, és ezt a tematikát, hogy a különböző kiállítási épületekben különböző egységeket mutassunk be, ott próbáltuk ki. És annak a kiállításnak a tapasztalata azt mutatta, hogy a látogatóink nagyon szerették azt, hogy valóságos környezetet próbáltunk megidézni, akkor is fölépítettünk akár egy sírkamlát, akár egy szentélyt próbáltunk bemutatni. Nagyon szerették azt, hogy interaktív elemekkel gazdagítottuk a kiállítást, hanganyagokkal, filmekkel, megmozduló és beszélő orvosi vizsgálóval például, és ezeket a tapasztalatokat igyekeztünk mind-mind beépíteni ebbe a kiállításba. Én úgy gondolom, hogy a mostani kiállításunknál kevesebb olyan interaktív elem van, mint például ebben most nem építettünk be digitális játékot, ahol a gyerekek játszva mélyülhetnek el a korba, viszont hanganyagokban, műtárgymásolatokban, képfilmanyagokban igyekeztünk nagy figyelmet fordítani az ilyen bemutatásra, és én azt látom, hogy a látogatóink örömmel fogadják a tárlatunkat. Ami nekem nagyon nagy öröm, hogy olvasnak a kiállításban. Igyekeztünk, és ez célunk volt, hogy olyan méretű tájékoztató és információs táblákat helyezzünk el, szövegblokkokat, magyar és angol nyelven, amelyek nem túl hosszúak, és érdekesen, tehát ne túlságosan szakmailag legyen megfogalmazva, hanem közérthető nyelven. És úgy gondolom, egy kiállítás létrehozójának a legnagyobb öröm az, amikor belép egy kiállító teremben, és bent van 30 ember, és halálos csöndben mindenki olvas. És ez manapság ritka, és nálunk pedig ez most általános. És nagyon örülök ennek, hogy a közönségünk sok érdekességet talál az olvasnivalók között, és keresi is. A Fekete Ház egységeit is kiemelném. A Fekete Házban az emeleten mi próbáltunk egy olyan étkezdét kialakítani, aki járt Pompejben pontosan tudja, hogy megmaradtak azok az étkezdék, közétkezdék, amik most leginkább nálunk egy gyors büfére hasonlítanak, ahol az emberek utcán tudták elfogyasztani az ebédjüket. És egy ilyent rekonstruáltunk, ilyent építettek föl a fiúk, és ennek a környezetében mi kiállítjuk azokat az edénytípusokat, használati tárgyakat, étkezéshez használt eszközöket, amelyeket ők használtak, valamint itt kapnak képet arról a étkezési kultúráról, azokról a növényekről szagolgatva, megfogva, amelyeket ők használtak a főzéseik során. Rekonstruáltunk egy picike kis pékséget is, inkább több leírással most, mint építkezéssel. A kenyérosztásról is szó esik, ugye, mint politikai propagandáról. És itt emelném ki, hogy a Fekete Házban, bár nagyon sokan félreértik, mi egy olyan kis kuplerájt is felépítettünk, egy 18 karikás egységet, amelynél sokan szülők megrettennek tőle, hogy jaj, nem jövünk ide, mert hogy a gyerekeknek ez nem való. Én azt gondolom, hogy terrakotta ábrázolások, téglába karcolt rajzok láthatók itt, és olyan a pompei eredeti kuplerájból származó falfestmények, amelyeknél azt gondolom, hogy a szülő, ha megnézi, akkor el tudja dönteni, hogy esetleg egy 18 évnél fiatalabb gyereket is bevigyene magával, vagy nem. Tehát én arra buzdítok mindenkit, hogy ez miatt ne féljen meglátogatni a múzeumot. Viszont azt tudni kell, hogy Pompejben is, mikor ott járta a csapatunk és tanulmányozta a helyszínt, a legnagyobb sor a kupleráj előtt állt. Tehát ezt már mi akkor eldöntöttük, hogy bizony, ez érdekli az embereket a téma, és szeretnénk ezt rekonstruálni. Tehát egy rekonstruált kis kupit építettek föl a kollégáim. A pompei látogatás hogyan zajlott? A válogatás milyen formában történt? Már tűnt egy válogatás. Ahogy említettem, tehát mi a British Múzeumnak kölcsönzött anyagot szerettük volna ide elhozni, és tulajdonképpen a váz, ez ugyanaz az anyag is, de természetesen az ottani kollégák jelezték, hogy hó, hát azóta már néhány tárgyat mások is kölcsönöztek, úgyhogy van, amit ki kellett venniük, amit másnak adtak kölcsön, de helyébe tudtak nekünk ajánlani olyan a témához kapcsolódó más jellegű tárgyat, amivel pótoltuk ezt a hiányt. Tehát tulajdonképpen a válogatás így ment, és a két évig ez tartott, hogy ezt leveleztük le egymással, hogy ezt tudjuk adni, ezt nem tudjuk adni, mi ezt szeretnénk, miük van, ezt még restaurálni kell, ezt nem tudjuk még, mert már kölcsön adtuk. Tehát tulajdonképpen a válogatás az egy helyszíni szemle, és utána egy hosszabb levelezés egyeztetésből állt. Az utolsó pillanatban is volt még olyan, amin változtatnunk kellett, amikor már a szállítást készítettük elő, mert kiderült, hogy az egyik tárgy egy másik kölcsönzés során megsérült a szállítás,
kiállításkor, ugye ilyenek előfordulnak, és akkor ezért kellett nekünk módosítani, mert veszélyesnek ítélték meg az ottani restaurátor kollégák a mozgatását, és akkor itt újabb cserében kellett gondolkodnunk. Itt, amikor fölépült most idézőjelben a Pompéi lakóház, mennyiben befolyásolta ennek a lakóháznak a szerkezetét, a kialakítását, a Pompéi látogatás, amikor ott a romok között járt a csapat? Hát én úgy gondolom, hogy ez a Pompéi látogatás, ez egy rendkívül inspiráló, gondolatébresztő, és egy nagyon hasznos kirándulás volt. Én úgy gondolom, hogy igazgatónk részéről nagyon jó ötlet volt az, hogy a tárgyalásra nem egyedül utazott ki a kurátorral, hanem vitte azokat az embereket, a grafikust, a kiállításépítőket, a koordinátort, a fotóst, akikkel majd utána ezt a kiállítást együtt hozzuk létre. Azokat a fotókat, amiket a helyszínen készítettünk, azokat tudtuk utána itt használni, és az, hogy ott látták a kiállítás építői is a megmaradt maradványokat, az alapján tudták ők megépíteni pontos mását annak itt a helyszínen. Célunk volt az, kezdettől fogva, hogy nagyon sokan jártak Pompejben, bennük az élményeket fölelevenítsük, de nagyon sokan nem jutottak el Pompejbe. Őnekik egy kicsit ezt megidézzük és bemutassuk. Hát ha ezzel többen kapnak majd kedvet, hogy kiutazzanak. Visszatérve a Fekete Házra, tehát két egységről beszéltünk. Igen. A táplálkozással kapcsolatos és a Kuplerájról. Igen. Táplálkozáshoz visszatérve még. Fennmaradtak Apiciusnak a receptes könyve. Lehet akkor római kori receptekről tájékozódni, esetleg kipróbálni valamit? Hát, ha kipróbálni nem is, de pontosan ebből a receptes könyvből ki is tettünk a kiállításban néhány olyan receptet, amit Molinókon olvashatnak, és a látogatói beírásokból látom is, hogy sokan érdeklődnek is, mert például ilyen levelezés is volt látogató és közöttünk már, hogy a receptes könyvben említett alapanyagok hol szerezhetők be, vagy az az alapanyag, amit esetleg ő most már nem tud beszerezni, azt mivel lehetne pótolni, ami engem arról informál, hogy akkor vannak, akik érdeklődnek, és szeretnék is kipróbálni otthon ezeket a recepteket. Zene következik, és utána folytatjuk műsorunkat. Sipsius, adiumentis,
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat. Gábler Dénes, római koros végészt fogják hallani, a Pompéi kiállítás főkurátora, illetőleg a Pannonia, a mi provinciánk kiállításnak a rendezője. Hallgassák meg a riportot. Hogyan jött létre a Pompéi kiállítás? Igen, teljesen váratlanul 2014. februárjában kaptam Fogas Ottótól, a Szegedi Múzeum igazgatójától e-mail levelet, hogy szeretné, hogyha én lennék egy Pompéi kiállításnak a kurátora, amely követné az egyiptomi kiállítást, amelyiknek óriási közönség sikere volt, és hát nagyon sok szegedi, külföldi diák és más egyéb látogatja, és jöjjek el, nézzem meg, hogy milyen termekbe gondolkoznak. Na most a kiállításra először hát óriási tervekkel indultunk, hogy tulajdonképpen bemutatjuk Pompeji és egyáltalán a Vezúv városok fejlődését a Krisztus előtti 7.-8. századtól a pusztulás időpontjáig. Ez azért nem sikerült, mert tulajdonképpen nagyon kevés azoknak a leleteknek a száma a Nápolyi Múzeumban és a Pompeji Szoprintendencán, mert ugye ez ketté válik a dolog. 1900-ig a Nápolyi Múzeum gyűjtött Pompeji és a Vezúv városok területéről, 1900-tól pedig egy önálló, speciális szoprintendencia jött létre, úgyhogy az újabb ásatások leletanyagát ők kezelik, gyűjtik, mutatják be, és minden dokumentáció tulajdonképpen náluk volt, fényképes anyag és a többi. Na most a városnak körülbelül a kétharmad része van föltárva, és ebből mindössze 2% a stratigráfiai ásatásokkal feltárt területeknek a száma, ami hát azt jelenti, hogy nagyon pici terület van a városból, ahol nem csak a 79. augusztus 24-i állapotot láthatjuk, hanem a korábbi évszázadok építkezéseit. Bár építőkövekből, építési stílusokból, technikákból lehet valami belső kronológiát gyártani, de ennek ellenére legjobb mégis, hogyha jó néhány méter mélységre lehatol a régész. Az ilyen leletekből mondhatni, hogy jóformán nem is kaptunk, mert a Pompeji szoprintendencával ugyan leveleztünk és telefonáltunk, ők elvben készségesek voltak, gyakorlatban egyetlen egy tárgyat sem kaptunk tőlük. Nem úgy a Nápolyi Museo Nazionale Archeologico di Napolitól, amelyik 120 leletet adott azután végül kölcsön. Ugyan nem azokat, amiket mi eredetileg vártunk volna, mi mégis első osztályú leletekbe gondolkoztunk, és ezek közül csak néhány tárgyat kaptunk meg, de azért nagyon jelentős és szép leleteket, falfestményeket, mozaikokat, bronzedényeket, valahogy a teljes életet bemutató kiállítást kaptunk, tehát nem csak az, amire Pompeji kapcsán gondol az ember, hogy igen, hát a falfestmények, igen, a mozaikok, hanem a napi tárgyakat, mezőgazdasági eszközöktől kezdve, háztartási eszközökig, főzőedényekig és választási feliratokig. Na most akkor a koncepciót meg kellett változtatni, tehát itt a Krisztus előtti 8. századtól 79-ig terjedő időszaknak a pannoniai anyagát is ki kellett hagyni, mert arra gondoltunk eredetileg, hogy bemutatjuk a latendé korszaknak, tehát a késő kelta korszaknak az emlékanyagát is. Kiderült, hogy a Szegedi Múzeumban ilyen irányú leletanyag olyan nagy számmal nincsen, a korábbiak annál inkább, azután a későbbi szarmata leletanyag van jól képviselve. Na most a kiállítás végül is úgy épült föl, hogy Pompeji utcával indul, ahol hát bemutatjuk a házakat, azoknak a lépőköveit, a járdát, a házfalakat, a különböző technikákat, ezeket fényképek segítségével. Bemutatjuk a fórumot, ezt egy óriási rekonstrukciós fotó képviseli, a fórumon lévő szobrokat, ezek közül a Lovatelli Vénusz a leghíresebb. Pompeji tulajdonképpen Vénusz városa, nem véletlen Venéria jelző, bent a város nevében, hogy Kolónia Cornelia Sullának a nomen gentiléje, tehát családneve, és Venéria Pompeianorum. A köztéri szobrokat, akár Isten szobrok, akár pedig kiemelkedő személyiségek, például az ifjú Caligulának is ott látható a szobra. A fórumhoz tartoznak, vagy legalábbis annak közelébe vannak a nagy középületek, ezeket is fotó mutatja be,
és ha már ott tartunk, hogy fürdők, akkor fürdőfelszerelés, például bronzkád, strigilis, tükrök, illatszeres üvegek, kenőcsös edények szerepelnek itt a kiállításnak ezen részébe, és a másik oldalon pedig a gyógyászat eszközei, tehát különböző vizsgálati eszközök, tamponok, tartására szolgáló ládikák, kenőcsös tégelyek és a többi. A másik rész az tulajdonképp a házat mutatja be, tehát az utcáról a házba lépünk be, annak az átriumába, azután majd a hellenisztikus korba kialakult perisztíliumába, és végül a kertjébe, a hortuszba, azután az egész kiállítás zárul tulajdonképp a katasztrófával. A Plinius leírást egy színész hangja adja vissza, de filmjelenet is bemutatja, vagy legalábbis igyekszik megkísérelni, hogy hogy történhetett a pusztulás, és végül egy terembe a feltárásokról, amilyen fényképeket tudtunk szerezni vulkánikus kőzetekkel és vulkánikus metszetrajzokkal kísérve. A Pannonia kiállítás tulajdonképp akkor ehhez idomult, tehát a korábbi korszakokat, azaz a latendé időszakot nem mutatja be, ellenben Pannonia születését Pompei utolsó évszázadába. Tehát ez az utolsó évszázad, ez pont Krisztus előtt 35-től 79-ig, Krisztus előtt 35-be foglalják el a rómaiak az első pannoniai város Sisziát, a mai Sziszeket. Tehát ez az az évszázad, ami az időrendi keretet adja. Hát mondjuk egy kicsikét részletesebben beszélnék most a Pannonia kiállításról, amelyik először csak néhány tárgyra koncentrálódott volna, éppen bemutatni, hogy mi van Pannoniában abban az időszakban, amikor Pompei az utolsó évszázadát éli, de azután kiderült, hogy egy óriási helyiséget kapunk, sőt két emeletet kapunk az úgynevezett fekete házba, tehát itt több tárgyról van szó, és mi alatt a Pompei kiállításhoz a Nápolyi Múzeumtól 120 tárgyat kaptunk kölcsön. Itt három múzeum, a Nemzeti Múzeum, a Savária Múzeum és az Aquincumi Múzeum összesen 360 tárgyat adott kölcsön, és hát ebből tematikus kiállítást lehetett rendezni, mégpedig a következő módon. Az első a hadsereget mutatja be, miután Pannonia, különösen hát az első században, elsősorban katonai provincia, de a későbbi időszakban is négy legió állomásozik itt, egy 40-50 ezer fős segédcsapatokból álló hadsereg állomásozik a tartományba. Tehát ennek az emlékanyagát szerettük volna bemutatni, és a Nemzeti Múzeumnak az anyaga ehhez nagyon jó alapot nyújtott, a Weissenaui típusú sisak védőlemezeinek, töredékeinek a bemutatásával, Pompei típusú karddal, úgynevezett gladiusszal, lószerszámokkal, egy elbocsájtókmánnyal, egy sikátori diplomával, amelyik a germániai csapatoknak a leszereléséről ad, és a római polgárjogadásáról ad tájékoztatást. Azután katonai bélyeges téglák, ezek elsősorban Aquincumból, az első század végéről. A dologban az volt nehéz, hogy ha az első századot pláne csak 79-ig nézzük, akkor abból nagyon kevés építészeti anyagot tudunk bemutatni, hiszen kőépületek ebbe az időben lehetőleg ritkábban épültek a tartományban. Ezek többnyire faépítmények, felszíni házak, vagy éppen földbe mélytett gödörlakások, tehát ez nem volt párhuzamos. A párhuzamosság ott jelentkezik, hogy ahogy Pompeit Krisztus előtt 80-ban Szulla veteránjai alapították, a pannoniai városok jó része is ilyen veterán település, például Savária, de nagyon sokat telepítenek le Skarbáncia környékén is, tehát a Borostyán út mentén, és leletanyagba kezdve a Pompei típusú fegyverektől, a Pompei típusú malomgarat töredékig, a Pompei típusú tálakig nagyon sok párhuzamosság fedezhető fel, és ezeket szerettük volna a kiállításon bemutatni. A katonaság emlékei után következne mondjuk a városok alapítása. Itt 130 év késéssel történik ugye nálunk az első kolónia, Savária megalapítása Claudius korába.
a mérföldkőre, nagyon híres mérföldkő, tudnélik a távolságot nem a szomszédos vagy a közeli várostól számolja, hanem egyenesen Rómától, 675 mérföld, ami azt jelenti, hogy kicsit egy olyan új Róma vagy Róma Pannoniába akar lenni, és a 15. Apollinaris a Carnuntumba szolgáló legiónak a veteránjait telepítik le elsősorban, és kapnak földet, úgynevezett misszió agráriát. Ezzel kapcsolatos egy nagyon érdekes relief, amelyik a város alapítás szakrális részét mutatja be, tehát hogy körül szántják a város határát, és az jelöli ki tulajdonképp a pomériumnak a határát. Ezt egy szaváriai relief mutatja be, és egy nagyon töredékes Claudius-kori építési tábla, amelyik szintén hát a város alapítás idejét mutatja be. Na most a következő részben az itáliai területek és Pannonia kereskedelmi kapcsolatait mutatja be. Ez elsősorban jól meghatározható, és gyártási helyét pontosan ismerjük. A teraszigillátáknak ezek részben Arezzóban, részben Észak-Itáliában készültek, tehát ezeket mutatja a tárolók az első század második felébe Claudius korától. Ez nem csak Szaváriából, hanem például az egyik veterán településnek a temetőjéből, a Cserszektomai temetőből is egy egész készletet lehetett ebből bemutatni. Nagyon kevés dél-galliai áru is érkezik már ebbe az időszakba. Pompeibe tudjuk, hogy már megkezdődött a konkurens galliai gyártóhelyeknek a szállítása. Ez Pannoniában is így van, tehát ez is mint párhuzamosságot akartuk bemutatni. Ami egy kis különbséget jelent, hogy ezeknek az importált itáliai áruknak pannoniai utánzatait, a kerámia művesség elemeinek, technikájának a követését mutatja be egy további tárló, ez úgynevezett pecsételt kerámia, vagy pannoniai bevonatos kerámia, amelyiknek formája, motívumai és díszítő elemei azok teljes egészében az importált teraszigillátákon alapulnak, de itt gyártják őket elsősorban Aquincum mellett az úgynevezett lágymányosi műhelyekben. A továbbiakban a kultuszemlékeket szerettük volna bemutatni, Szavária esetében Ízeum, amelyik a Barbiusok által állított votív felirat másolatát szerettük volna bemutatni, és hát a többi istenséget, Merkúriuszt, akinek mint a kereskedők védő istenségének nagyon fontos szerepe volt a Borostyán út életében, amelyik hát a kereskedelemből élt. Külön mutatja be, miután Borostyán útról van szó, a borostyán tárgyakat, és itt tűrűket, hajtűket, viseleti tárgyakat, amiknek a keltezéséhez császárnők hajviselete nyújt támpontot, de például Borostyánból datoja darab is került a kiállításba. A kereskedelemhez szorosan kapcsolódik a pénzforgalom, és itt köszönetet kell mondanunk Torbágyi Melindának, aki a Nemzeti Múzeum éremtárát vezeti, aki összeválogatott részben Augustus és Tiberius Claudius kori érmeket, denáriusokat, és azoknak az Eraviscus másolatait, amik talán lágymányosi műhelybe készültek, és amelyekre hát rá van írva Ravis, tehát az Eraviscus, hogy Eraviscus veretekről van szó, tartalmába, méretébe követi a rómaiakat, ezeket a Krisztus előtti 25-től Krisztus utáni 35-ig terjedő időszakra lehet keltezni. A lakáskultúrát is igyekeztük bemutatni, hát ott egy pici csalással kellett élnünk, tudnélik valószínűleg a második század elején kezdődik Pannoniába, a városokba is, Aquincumba is, Szaváriába talán korábban. A vályog, kő alapon vályog, illetve kőépítkezés, amihez a falfestmények fűződnek, ezek a Pompei negyedik stílust követik, és az Aquincumi Múzeumból is, meg a Szavária Múzeumból is, elsősorban a Szili utcából, az úgynevezett Éva Malom területéről nagyon szép falfestmény töredékeket, alakos ábrázolásokat, füzéreket, sőt egy ajtó keret és egy szobának a falfestmény rekonstrukcióját is sikerült bemutatni.
A kereskedelemhez tartozik még a amforák, ahol ugye nem az amfora a kereskedelem tárgya, hanem a benne érkező olíva, bor, ezt is térképekkel, amforákkal mutatjuk be. De ami az érdekes, hogy még a pékséghez a úgynevezett malomgarat töredék, ami Szaváriába került elő, nem csak, hogy mint olyan Pompéi vagy Pompéi környékéről érkezhetett Pannóniába, hanem a vizsgálatok azt mutatják, hogy még a vulkánikus kőzet is itáliai eredetű. Egy tárló mutatja be az Itáliából importált bronzedényeket, szűrőedényeket, amelyek egyfajta étkezési kultúrához, a bor keveréséhez szolgáltak szűrő és merítő edényekkel. És végül a temetkezés, amelyiknél sikerült olyan üvegurnát benne kalcinált csontokkal bemutatni, amelynek a tetejét ólom zárja. Ezt rekonstrukcióba mutattuk be, hogy egy kis mélyítést készítenek, és ebbe tegulákból állítják össze a hamvasztásos sírnak a keretét, temető térképeket mutatunk be. Végül pedig hát a gladiátorokkal kapcsolatos téma, az megint ebbe a Fekete Házba került bemutatásra, miután nem csak a Pompéi Amfiteátrumnak a utánzását látjuk az Aquincumi esetében, amelyiknek a feljárója, az egész felépítési rendszere a Pompéit mutatja, hanem ugyanúgy a mécseseken, kis bronz szobrokon, csonteszközökön, üvegeken a gladiátor téma jelenik meg, a gladiátorok, mint a közönség bálványa, a nők kedvence feliratokon és többé-kevésbé hiteles ábrázolásokon általában a tráxot mutatják be a bajzsával, kardjával, sisakjával, mint említettem, mécseseken, kis bronzokon. Szaváriában nemrég került elő egy késnyél, amelyik szintén egy gladiátort mutat be, és akkor itt mutatjuk be a Pompeiből kapott gladiátor díszsisakot, a boxkesztyűt és lábvértet, amelyik szintén a gladiátorok felszereléséhez tartozott. Végül egy pannóniai és Pompéi fogadót rendeztünk be, tehát az árusítópult a bor tartályához szolgáló kimélyedéssel együtt, és egy Itáliából átvett étlappal, hogy mit kapunk vacsorára. Itt különböző búzafajták is szerepelnek, amiből a kenyeret sütötték. Kenyérsütés is egy külön téma, ahol Pompéi pékséget mutat be, illetőleg kenyérárusítást, egy pék házaspárnak a képét, és akkor itt szerepel ez a bizonyos szaváriai malomgarat töredéke, amelyik egy valószínűleg 4. századi épületből másodlagosan került beépítésre. A kiállítás március 6-áig látható, a pannóniai valamivel korábban kerül bontásra, utána a jelek szerint Gorsiumba, az új kiállító centrumba kerülnek bemutatásra a Pompéi leletek, és ők gorsiumi leletekkel szeretnék ezt feldúsítani, tehát ez a három múzeumnak az anyaga valószínűleg vissza fog térni, tehát érdemes tulajdonképpen ezt március 6-áig megnézni. Szó volt itt olyan, hogy Pompéi kard, Pompéi tál, Pompéi malomkő. Igen. Ez mit jelent? Milyenek ezek? Miért mások? Miért jellegzetesen pompéiak? Pompéibe találtak olyan gladius, tehát azt az egyenes szárú kardot, amelyikről az elnevezését kapta. Általában a fegyverek, amelyikről korábban azt gondolták, hogy központi gyárakba készülnek, valójában nem, nagyon sok helyen volt, különösen már a 4. században fegyvergyártás, így például Pannóniában is. Tehát a Pompéi típusú, ez azt jelenti, hogy ott kerültek ilyenek elő, csak úgy, mint sisakok, amelyiknek például két sisakot is kaptunk a Nápolyi Múzeumtól kölcsön. Ezek valószínűleg Krisztus előtti első századiak, de máshonnan alig ismerjük ezeknek a párhuzamát. A malomgarat lényegesen különbözik a jóval egyszerűbb provinciális két örlőkő egymáshoz dörzsöléséből kialakított örlőkőhöz képest. Ezeket ábrázolásokon is jól lehet látni, hogy szamár, ló, vagy éppen rabszolga hajtja körbe azt a
kézi malmot, amelyiknél ez az őrlés történik, és hát ennek két része van, kúpos, tehát jóval fejlettebb, Bombayből különben 21 pékséget ismerünk, tehát minden utca sarkon volt jóformán egy-egy pékség. Végül pedig a pompéi vörös tálak, ezeknek az osztrák vizsgálatok szerint valóban vulkanikus az anyaga, egy ilyen lapos, nagy kenyérsütő tál, amelyikből Pompéiben nagyon sok került elő, a belső bevonat megfelel minőségében a teraszigi látákénak, viszont a külseje nagyon durva, úgy, hogy a kemencébe be kell tenni. De most Pannoniában ennek rengeteg utánzata van, hogy ezt is kenyérsütésre használták-e, nem tudjuk, hiszen ezek nem bevonatos edények, kevés kivételtől eltekintve, amik Itáliából kerültek Pannoniába, elsősorban a Carnuntumban találunk ilyeneket névbélyeggel ellátva, de a pannoniaiak méretben is kisebbek és festettek, de a korábbi leletanyagokban ilyen tányérokat nem találunk, úgyhogy ezért hívjuk őket pannoniai vörös festésű tálaknak. Kenyeret milyen gabonából készítettek? Ez azért is érdekel, mert ugye Egyiptom rómás számára rengeteg gabonát szállított, tehát hogy ez milyen mértékben Pompéibe is eljutott-e? A gabona feltétlenül, sőt Pannoniába is más az úgynevezett triticum aestivum típusú búza, ahhoz képest, amilyen például a foglalás előtti időszakban, ahol általában ezt a két szikű a dikokon búzát használták, amelyik nem is annyira kenyérsütésre, mint például a levesbe tették, tehát ízesítésre szolgált. Ilyet Pannoniába jóformán nem is lehet találni, csak a benszülött telepeken, illetőleg az Alföldön, a szarmatáknál. Tehát ez is a rómaiakkal együtt kerül be, épp úgy, mint nagyon sok új állatfajta, az úgynevezett katonaló, az olyan állattenyésztés, amelyik hát elsősorban a szárnyasokra alapul, ez is a rómaiakkal kerül be. Volt valószínűleg már a keltáknál is szőlőtermesztés valamilyen fokon, de még a harmadik században is azt írja Dio Cassius, aki itt helytartó volt, hogy nagyon rossz minőségű a pannóniai, tehát ezért kellett elsősorban amforákba Itáliából hozni a bort, az olajat, az olívát, és hát mondjuk a mécseseket is ezzel az olajjal működtették, tehát elsősorban katonai területeken vagy városokban találhatók ezek a világító eszközök, a benszülött telepeken nem azért, mert nem tudták volna megvenni a mécsest, de nem volt hozzá olajuk, és ugyanezért nem kerül ki mondjuk nagy számba a Barbarikumban se. Olívaolajat használtak a mécsesekben? Másfajta olaj. A második-harmadik században lehetséges, hogy tökmagból vagy más növényekből nyertek olajat. Mondjuk itt is van olajütő a pannóniai legió táborokba, de mondjuk importálni kellett az olajat mindenképpen is, azzal működtették a mécseseket. Ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a kaleidoszkóppal. Budapesten a Néprajzi Múzeumban WordPress Fotó 2016 címmel látható egy kiállítás, fotográfiákat mutatnak be, tehát a pillanatot dokumentálják az ahhoz fűződő történettel együtt. Maga a WordPress Fotó pályázat 1955-ben indult, célul pedig az információ áramlás szabad biztosítását és a dokumentarista fotográfia népszerűsítése volt. Ezúttal 128 ország, 5775 fotográfusa 82.951 képet adott be a versenyre, és ezek közül a zsűri 21 ország 42 fotográfusát díjazta 8 kategóriában. A fotók pedig 45 ország 100 városába utaznak el, most éppen Budapesten tartózkodnak, és akik megnézik, megértik, hogy a tolerancia, empátia, emberség mennyire fontos. A Budapesti Néprajzi Múzeumban a WordPress fotókiállítás mellett annak kísérő kiállításaként Emberár, a modern népvándorlás szemtanúi című kiállítás is megtekinthető, József Pulitzer által alapított Pulitzer díj 100 éves történetében az első alkalom, hogy magyar alkotók is a hírfotó kategóriában győztesként kerültek ki, az ő műveiket lehet itt megtekinteni. A menekült válságról szólnak, a Reuters csapatába kerültek bele, nevezetesen Balogh László és Szabó Bernadett, akik a tengeri hányattatástól a menekült táborokig, vasúti vagonoktól az országúti kutyagolásig és a menekülés más fázisainak a dokumentálásával nyerték el ezt a díjat. A díjnyertes műveik és további a menekülés útjára vonatkozó fotóik is megtekinthetők. Szintén Budapesten az Iparművészeti Múzeumban központi értékek, közös örökségünk a közép-európai kortárs dizájnban címmel nyílt kiállítás a Design Hét alkalmából, a hasonló társadalmi, gazdasági és kulturális hagyományokkal rendelkező visegrádi országok, tehát Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország dizájnereinek legkiemelkedőbb alkotásait mutatják be. Közös bennük a formanyelv, megoldások és eszközök, hiszen hasonló adottságaik, célkitűzéseik és inspirációs forrásaik vannak. A Ludwig Múzeumban Lengyelországra tekintenek, Vadnyugat, az avantgárd, Wroclaw története. A kiállítás címe, ami most megtekinthető, Wroclawról, vagyis a II. Világháború végéig Breslaunak nevezett településről van szó, amit a Vörös Hadsereg 1945-ben 1 millió lakosával együtt szinte a földdel tett egyenlővé, és ezeken a vad mezőkön, a kommunista Lengyelország peremén épült újjá nagyon lassan az új város, ahol élén kísérletezésen alapuló, a vasfüggöny két oldalát összekötő együttműködéssel jött létre a művészeti élet, saját mikrovirágot alkotva. Tehát képzőművészeti alkotások, filmek, fotók, hangfelvételek dokumentálják ezt a folyamatot, amint egy 500 munkával a wroclawi vizuális művészetet, építészetet, urbanizmus, színház, film, dizájn és a mindennapi életnek a területét mutatják be, szemléltetve ezzel azt a várost, amelynek a művészetét az újonnan érkezett lengyelek új értékekkel, új élettel telítették. Másik városról szól a Csornai Múzeum kiállítása, 1971 Csorna éve. Ugyanis 1971-ben nyilvánították várossát Csornát 10 000 ember közös akaratának, vágyának, álmának a beteljesítéseként. Ebből az alkalomból rendezték a kiállítást, tisztelegve az ősök előtt, akik lehetővé tették ezt a fejlődést. A kiállításon bemutatják tehát azt, hogy mik voltak, miké lettek a csornaiak, különböző ünnepeket is, és az ipar a mezőgazdaság fejlesztésében megnyilvánuló törekvéseket, valamint az kulturális alapintézmények felépítését, amelyek a gyökereket biztosítják, erősítik. Dunaújvároson az Interciza Múzeumban viszont Kallós Zoltán gyűjtőútjának textil csodái címmel egy olyan kiállítás nyílt, amely moldvai és erdélyi, ezen belül mezőség, Kalotaszeg és a Gyimes völgyének a textil anyagát mutatják be. Kallós Zoltán nevét mindenki jól ismeri, aki a táncház mozgalomhoz valamilyen formában kötődött. Ennek életre hívója, zenei és néptánctáboroknak a szervezője volt.
folklór gyűjtései során számos archív felvételt készített, de tárgygyűjtéseket is végzett. Valamint 1992-ben alapítványt hozott létre, a Kallós Zoltán Alapítványt, amely a hagyományőrző tevékenység szervezője és támogatója, illetőleg ennek az alapítványnak van egy múzeuma, ahol a tárgyakat is gyűjtik. A válogatás innen érkezett. Néprajzi ihletettségű a Bonyhádi Völgység Múzeumban a Gyöngyvarázs című kiállítás, amelyben tojások, képek és díszek láthatók Bögnerné Antus Erzsébet munkája nyomán, ékszereket Lón Anna Mária és sújtásos fülbevalókat pedig Stubián Tina kezéből kikerülve lehet megtekinteni. Gyulán a Kohán Gyula Múzeumban tornyai színről színre művészeti kiállítás, amelyik Tornyai János művészetét a lehetőségekhez képest teljesen kívánja bemutatni, értve az alatt azt, hogy valamennyi periódusát és jellegzetes témáját. Tornyai sajátos magyar talajból fakadó, de ugyanakkor az egyidejű francia törekvéseket jól ismerő, naprakész információkkal rendelkező, abból a saját önkifejezése szempontjából lényeges belső fejlődését támogató eszközöket átvevő festészetéről van itt szó, értve az alatt a Munkácsi Mihály kompozíciós megoldásait és színhasználatát idéző korai munkákat, a klasszikus alföldi festészet tematikájába élő darabokat, a bajai korszakot, illetőleg annak az egyre színgazdagabbá váló bensőséges hangulatú táj- és enteriőr ábrázolásait. Ugyanakkor megtalálhatók az 1984-ben előkerült tornyai festményleletek is, melyeknek frissessége és erőteljes színhasználata lenyűgöző. A tájképek után a budapesti csodák palotájában a szüretelő tudomány szintén a természetet idézi, az őszi természetet, az időjárást, az állattartást, a gombákat, a távfűtés, a pálinka, temetkezés és a nagyvárosok tudománya áll a kiállítások központjában, ahol a mindennapok apró részleteit és a mögöttük rejlő tudást, természeti jelenségeket ismertetik meg, de ugyanakkor a hagyományokat és a hozzájuk kapcsolódó történeteket is bemutatják. Csíkszeredán a Csíki Székely Múzeumban Mesterkulcs címmel technológia alapú művészet a 20. századi és kortárs vizuális kultúrában alcímmel nyílt kiállítás, melyet a Magyar Művészeti Akadémia és az EGRI Kepes Intézet közösen szervezett. Ez egy erdélyi vándorkiállítás, mely a középpontjába a fény művészetét állítja. Moholy Nagy László 1927-ben fogalmazott úgy, hogy a 20. század a fény évszázada, és valóban ez az évszázad az, amikor a fény elengedhetetlen forrásává vált a hétköznapoknak, de a művészeteknek is. Korszakalkotó, a művészet a tudomány által megragadható lehetőségeit mutatja be a kiállítás, a művészet és a tudomány kapcsolatán kívül azonban a nem hagyományos médiumok újszerű felhasználását is, olyan művészekkel, akik a fényművészet második generációjába vagy harmadik generációjába tartoznak. Az első generációt ugyanis Kepes György, illetőleg Moholy Nagy László munkássága alkotja, a fénytérmodulátorral, vagy pedig Kepesnél a legelső köztéri neonműnek a felállításával lehet ezt fényjelezni. A második generációt Molnár Verával, aki az 1960-as években Párizsban a Groupe de Recherche d'Art Visuel társalapítója volt, rajzait, festményeit számítógéppel készítette, és Csályi Attilával, aki létrehozta Budapesten a Photonart csoportot, és egy új fényforrást, a lézert művészeti vonatkozásaiban tanulmányozta. Fontos ezzel kapcsolatban megemlíteni még, illetőleg a kiállítás helyszínével kapcsolatban, hogy 1925-ben Fényproblémák a képzőművészetben címmel könyv is jelent meg, és éppen itt az egyik legelső a művészet és a technológia összekapcsolására irányuló elképzeléseket taglalta ez a könyv, Barna Miklós, magyar szobrász, és Arthur Szegál, román festő közös műveként.
Kiállított tárgyakat Bukta Imre, Csályi Attila, Gyarmati Tihamér, Gerő György, Kelle Antal, Kepes György, Kuchta Klára, Mattis Tajcs Valdemár, Moholy Nagy László, Molnár Vera, Németh Hajnal, Nikolász Söffer, Orosz István, Szelényi Károly, Szigeti Gábor Csongor és Szvet Tamás alkotta. Szeretném felhívni a figyelmet a múzeumok őszi fesztiváljára is. Rengeteg változatos programmal lehet a múzeumokat meglátogatni. Érdemes megnézni a honlapot, www.oszifesztivál.hu, ez a címe. Előzetesként pedig szeretném Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumra felhívni a figyelmet, ahol 12-én, két nap múlva nyílik egy kiállítás, 4. Székelyföldi Grafikai Biennálé. Itt a pályázatra 1238 alkotás érkezett be 507 képzőművésztől 41 országból, összesen 312 művet válogattak be a kiállításra, amelyik tehát rövidesen Sepsiszentgyörgyön fog megnyílni. Ezzel búcsúzom Önöktől, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra! Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.